40 éves a Szatmári Kertbarátkör, a tagjai minden évben születinapokon kiállítanak, és ehhez kapcsolódik a Magyarország legszebb konyhakertjei, ami 7 év óta működik, és jelen pillanatban itt, amit megláthatnak ezen a kiállításon, nem csak a Kertbarátkör tagjai állítottak ki, hanem nagyon szívesen eljönnek a kertmozgalomban résztvevők, és az ő termékeit is láthatjuk itt. Az évben több mint 22 nevező jelentkezett erre a versenyre. Ezt a zsűri végigjárta 2 alkalomban. Hát nagyon sok szép kert, és nagyon sok fiatal is kapcsolódott ehhez a rendezvényhez. Minikert kategóriában második helyen Bor Berdehus. Fiatal korá ellenére kiskorlaton van neki egy minikertje. Emellett viszont Kőfehértun egy elég komoly nagy kertet művel, minimális segítséggel, amit tud, ő csinál benne. Én 4-5 éve foglalkozom kertészkedéssel, és 10 éves vagyok. Mesélj a kertedről, milyen? Hát, szép. Milyen növények vannak benne? Paradicsom, paprika, padlizsán, cukkini, sárgarépa, dinnye. Az árkertvegyes kategóriában külön díjban részesül Jakus Dániel, mint az idei év legfiatalabb kertművelője. A kertemben almafa, diófa, hagyma, borsó van. Öntözni, vetni és locsolni szoktam a kertemet. Első helyezést Ősz Miklós érte el, aki szintén egy kevésbé van a konyhatermeten művel. Iszonyat mennyiségű növény van nála, gyümölcs, szőlő, minden előfordul, és minden egyes év a fő van címkézve, hogy melyik milyen fajta. A évek során több ízben sikerült első díjat elérnem a kertemmel. Ezáltal ugye az első díjasokat helyi zsűrik fölterjesztik az országos díjazásra, ahol az országos zsűri dönt arról, hogy ki milyen helyezést kap, vagy esetleg elfogadják ezt a díjazást. Én abban a szerencsés helyzetbe kerültem, hogy országos nagy díjat is sikerült nyernem. Hát ez, megmondom őszintén, ez komoly büszkeséggel töltött el. De hát természetesen nem egyedül az én munkám, ez a családom hathatósan részt vesz ebbe. Ez a kertmozgalom, aminek itt most a díjátadó ünnepsége lezajlott, ez a 10 néhány éve meghirdetett Magyarország legszebb konyhakertje című mozgalom, amit Karcagváros alpolgármestere hozott létre, hívott életre, és egy teljesen véletlen megláttam a televízió híradóban egy tudósítást erről, és én megkerestem a kertbarátkör, akkori kertbarátkör elnökét, Kószó József urat, és elmondtam neki ezt a dolgot, hogy próbáljuk meg ezt Kiskunhalason is megvalósítani. Szerencsére hallófülekre talált ez a dolog, olyannyira, hogy ott tartunk, hogy most már immár 7. éve a város is benevez az önkormányzat hathatós támogatásával. Több kategóriának a bírálata folyik egy kiválasztott zsűri munkája alapján, igen szigorú feltételek mellett, és ezeknek a feltételeknek kell ezeknek a kerteknek megfelelnie. Folyamatosan csináljuk ezt a kertet a családom segítségével. Hát ahhoz, hogy hobbi kert, ahhoz egy kicsit túl nagy a kertem, mert közel 5000 négyzetméter, ahol számos gyümölcsfa, több mint 70 gyümölcsfa van, jelentős területű konyhakert, illetve némi kis takarmány növény is van az ott tartott baromfi állománynak. És hát ez a kert bizony, nem is azt mondanám, hogy teljes embert, hanem egy teljes családot igényel ahhoz, hogy ezt olyan szinten lehessen tartani, hogy ott komoly terményeket lehessen megtermelni, illetve hogy egy ilyen versenyre be lehessen ezzel nevezni. Én ezt akkor is csinálnám, ha nem lenne mozgalom, nem lenne első díj, várományos, vagy nem lehetnék az, mert vagy csináljuk rendesen, vagy pedig akkor hagyjuk abba. Én ugyan nem annak a pártján vagyok, ameddig bírom, csinálom, és szeretném is csinálni még egy jó darabig.